Jó estét kívánok, kedves nézőink, a Makkói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, érkezzenek legfontosabb híreink. Nem született döntés az önkormányzati épületek egyházi tulajdonba kerüléséről. Kossuth díjat kapott Mezei Gábor belső építész, Makovec Imre egykori alkotótársa. Részfúvó sikerek topolyáról. Egy új kormányzati jogszabály értelmében az egyházi működtetésű nevelési oktatási intézmények tulajdonjoga is átszállhat ingyenesen az önkormányzatokról az érintett egyházakra, amennyiben azok benyújtják ez iránti kérelmüket. Ennek makkói vonatkozásairól tanácskozott a helyi grémium a mai rendes testületi ülésen. Ezen kívül több napirendi pontot is megtárgyaltak, de mivel néhány képviselő elhagyta a kis tárgyalótermet, a grémium határozatképtelenné vált. A függőben maradt előterjesztésekről csütörtök reggel dönt a testület. A grémium több képviselője is véleményezte azt, hogy ingyenesen az egyházak tulajdonába kerüljön az általuk fenntartott oktatási-nevelési intézmények épülete és ingóságaik is. Helyi viszonylatban a Makó belvárosi református egyházközség a Kálvin téri református iskolára, a hajdúdorogi görögkatolikus főegyházmegye a Szent Tamás óvoda Zrínyi utcai épületére, a szegedcsanádi római katolikus egyházmegye pedig a Návai téren található makói katolikus általános iskola, a hozzátartozó Vásárhelyi utcai tornaterem, illetve a Tulipán utcai makói katolikus óvoda ingatlanára nyújtott be igényt. Farkas Éva Erzsébet polgármester az ülésen az üggyel kapcsolatosan felhívta a figyelmet egy fontos kritériumra. A tulajdonjog átadása esetén is a fenntartó kizárólag annak a feladatnak az ellátására használhatja az adott épületet, mellyel annak idején megbízták, és amennyiben ezt a köznevelési feladatot nem végzi tovább az egyházi fenntartó, akkor az épület tulajdonjoga ugyanúgy vissza fog az önkormányzatra szállni. És az is egy nagyon fontos szempontja, úgy gondolom, a törvényi rendelkezésnek, hogy az egyházai tulajdonba kerülő ingatlanok esetében, ha nagyobb beruházások fognak megtörténni az épületen, de a feladatellátás később megszűnik, akkor az önkormányzatnak nem kell ezeket a beruházási költségeket visszafinanszírozni az egyháznak. Az előterjesztés elfogadásához minősített többségre lett volna szükség, a testület azonban csak 75%-ban jelent meg az eseményen. Mucsi Tamás önkormányzati képviselő nemmel szavazott, Gáspár Sándor és Zeitler Ádám pedig tartózkodott a voksoláskor, így a napirendi pontot nem tudták egyhangúlag elfogadni. A témát ennek fényében egy következő testületi ülésen újra tárgyalják majd a városatyák. Ezen felül a grémium elfogadta a polgármester és az alpolgármester beszámolóját, a helyi tűzoltó parancsnok pedig a város tűzvédelmi helyzetéről, az annak érdekében tett erőfeszítésekről tartott tájékoztatót. Módosították a talajterhelési díjról szóló, valamint a Makóváros önkormányzatának vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló önkormányzati rendeleteket. Határoztak a polgármester béren felüli juttatásáról, valamint elfogadtak egy fenntartói kezdeményezést a Makói Óvoda intézmény vezetőjének nyilvános pályázat kiírása nélküli újbóli vezetői megbízására. Elbírálták a mikrovállalkozások megnövekedett villamosenergia, gáz és távhőköltségeinek fedezésére nyújtott önkormányzati támogatásra kiírt pályázatot, valamint az ehhez kötődő felhívást módosították. Ezen a ponton a grémium határozatképtelenné vált, ugyanis több képviselő is elhagyta a kis tárgyalótermet. A semmittevés az nagyon jó néha, de hosszabb távon nagyon egészségtelen, mondta el televíziónknak Mezei Gábor, Munkácsi díjas belső építész, bútortervező, érdemes művész, akinek kiemelkedő munkásságát a közelmúltban Kossuth díjjal jutalmazták. A művész hosszú éveken keresztül együtt dolgozott Makovec Imrével, a Kossuth és Ybl Miklós díjas építész alkotásainak belső tereit álmodta meg. Stábunk telefonon kereste fel a szakembert, aki a karrierjén túl jelenlegi elfoglaltságairól is mesélt.
Március 15-én többek között Mezei Gábor belső építész is Kossuth díjat vehetett át. A neves szakember 1935. november 29-én született Budapesten. A gimnázium elvégzése után művészettörténetet szeretett volna tanulni, hiszen a családjában körüllengte a képzőművészet. Ez a szak azonban az adott évben nem indult a főiskolán, így a régészet felé fordult, ám ez az irány sem aratott sok sikert. Mezei Gábor elmondta, ekkor egy év szünet következett. Elmentek látogatóba a Kész Gyulához, aki a főiskolának a rektora volt, illetve a belső építés szaknak volt a vezetője, és ott beszélgettek mindenféléről, és szóba került, hogy mit csinál a gyerek, ugye? És jöttek haza, és azt kérdezték a szüleim, hogy nem akarok-e belső építész lenni. Na most lényegében nem tud, azt se tudtam, hogy az mi. És hogy akkor erről beszéltünk, és mondtam, hogy hát de mennyire, hát ez mindig is ez engem érdekel, csak nem tudtam, hogy ez kvázi egy szakma. És akkor azt mondta Kész Gyula, hogy ez egy intelligens gyerek, nagyon jó lenne a főiskolán, és hogyha megfelelek abszolút mértékben a felvételin, akkor felvesznek. Ezen felbuzdulva rajzórákra kezdett járni Sikuta Gusztáv kiváló festőhöz és tanárhoz. Egy év rajztanulás után sikeresen felvételizett. A neves belső építész karrierjében saját elmondása szerint az jelentette a legnagyobb mérföldkövet, amikor megismerkedett Makovec Imrével és munkásságával. A Kossuth és Ybl Miklós díjas építész egyedi stílusa, amelyet ma organikus építészetként ismerünk, alapjaiban határozta meg Mezei Gábor tevékenységét. Az elkövetkezendő években rengeteg különleges alkotás született meg a tervezőpáros kezei alatt. A belső építész Makovec épületeinek belső tereit álmodta meg. Ezek közé tartozik például a makói hagymaház vagy a könyvtár új épülete is. Saját bevallása szerint gyenge térlátással rendelkezik, amelyet ebben a szakmában nélkülözhetetlennek tartanánk, ám a művészt ez csupán egy megoldandó problémaként fogta fel. Makovecnek olyan térlátása volt, ami táprázatos, tehát mondjuk egy tetőszerkezetű fölment a tetőre, az ácsokkal megbeszélte, hogy mostan itt vágjon ki egy darabot, ilyen síkba, és tökéletesen összeillettek a gerendák. Az én térlátásom valóban gyenge. Én igyekeztem ezt úgy áthidalni, hogy nézetekben gondolkozva terveztem. Volt egy munkatársam, egy Hegyi Mária nevű építész, aki technikailag hihetetlenül képzett volt, ő a technikumot végezte. És akkor, ha problémák adódtak ezeknek a nézeteknek a térréformálásával, ő ezt megoldotta. A mester halála után Mezei Gábor is visszavonult az említett szakmától. 2011 óta a Magyar Művészeti Akadémia iparművészeti és tervezőművészeti tagozatának rendes tagjaként tevékenykedik, emellett pedig ezekben a napokban a festészet tölti ki az életét. Ez egy hobbi, nagyon jó szórakozás számomra, és nagyon szeretem csinálni. Az egy érzéki élvezet, az olajfestéknek a kenése, és hogy milyen, hát az majd kiderül 30-40 év múlva, hogy milyen. Úgyhogy ez a fő foglalkozásom. Azok a dolgok egymás után önmagukból következnek. Ha egyáltalán egy stílusról lehet beszélni, akkor ez talán leginkább szürrealistának lehet nevezni. De figuratív, amit csinálok, szóval semmiképpen sem egy realista festészet, tehát mint egy csendélet, vagy egy nem tudom. Szóval ez nagyon nehezen meghatározható. Mint megtudtuk, több helyszínen is kerültek már kiállításra festményei és grafikái, a közeljövőben pedig a remények szerint Budapesten is nyílik majd egy tárlata. A 88 esztendős művész úgy fogalmazott, amíg bírja, dolgozik. A semmittevés néha jól tud esni, hosszú távon azonban nagyon egészségtelen. Mezei Gábor Makovechez, valamint Makó városához való kötődéséről jövő heti híradónkban részletesebben is tájékozódhatnak.
a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 11 növendékkel képviseltette magát az első nemzetközi fúvós versenyen Topolyán. A gyermekek mindegyike kiemelt helyen végzett. Arany és ezüst minősítésekkel tértek haza. A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói mellett a csanádpalotai telephelyükről is indultak diákok a Topolyán megrendezett versenyen, ahol a részfúvósok adtak számot tudásukról. Összesen 11 növendék mérettette meg magát, 9-en első, 2-en pedig második helyen végeztek. Köztük volt Máriás Ármin Maximilián is, aki trombitán játszott. A fiatal tehetségstábunknak elmondta, hogy mit tanácsolt neki felkészítője a színpadi produkció előtt. Szokták mondani, hogy ne izguljak, már jó lesz, de most például nem izgultam annyira. Csak mikor felmentem a színpadra, akkor az előtt egyáltalán nem. A versenyen a gyerekeknek két darabot kellett előadniuk különböző korszakokból, így a felkészítő tanárok igyekeztek egy lassú és egy gyorsabb művet kiválasztani, alkalmazkodva a növendékek tudásához. Deák Laura Eszter trombitán, míg Gönci Miklós Gábor tenorkürtön zenélt a versenyen, és televíziónknak elárulták azt is, hogy miket adtak elő. Wieg van Beethoventől a románcot és a matróztáncot. Első helyzet lettem, 97%-a. Én a Abundet játszottam, meg a csenépi táncot. Én is első lettem, 95,33%-kal. A darabok előadásában zongorán közreműködött Matli Anna Mária. Felkészítő tanárok voltak Pap Anikó, Perczel Tamás, Takács Zoltán, valamint Szamkó Szabolcs. Utóbbi a verseny fontosságáról mesélt televíziónknak. Topolyán már nagyon régóta rendeznek versenyeket, zongora, gitár és jazz tanszak meg egyéb kategóriában, de most a fúvósból ez volt a legelső megmérettetés, és ez azért volt mérföldkő nekünk, mert ugyebár eddig még soha nem volt ott Topolyán fúvós verseny, és ezért volt nagy jelentősége, mert hogy mivel hogy az első, akkor szerepeljünk már jól, de hát ugye ez be is vált. Úgyhogy nagyon elégedettek voltunk a gyerekek teljesítményével. Az iskolában jelenleg több mint 30 diák tanul részfúvós hangszereken, ami azért is fontos az intézmény életében, mert a későbbiekben belőlük meríthetnek új tagokat az ifjúsági vagy a felnőtt fúvószenekarokba. Makó és a térség 26 kézművese vett részt vasárnap a Marosvidék Baráti Társaság tagjai által szervezett kreatív húsvéti délelőttön. Nagy érdeklődés övezte az eseményt, és a különféle állomásokon a család legkisebb tagjai a szüleikkel együtt kézműves foglalkozásokon készíthettek díszeket, kopogtatókat. A Makói Kulturális Intézmény aulája megtelt élettel, gyermekekkel és kézműves kiállítókkal. Immár a 8. éve szervezi meg a Hagymaházzal közösen, a Marosvidék Baráti Társaság tagjaival a tavaszi ünnepkörre hangolódva kézműves foglalkozást. Szilágyi Sándorné elárult, hogy egy héttel ezelőtt Apátfalván várták a gyermekeket a családi délelőtre, most hétvégén pedig a Marosparti városban. 26 kézműves van jelenleg. Ezek közül vannak olyanok, akik kiállítanak, majd meg lehet nézni ugye a kiállított tárgyakat, és vannak olyanok is, akik gyerekekkel foglalkoznak. Külön nagy öröm számomunkra, amikor a gyerekek mellé beülnek a szülők is, és akkor együtt ragaszgatják, festik a tojásokat, olyan jó végignézni, mindig szoktuk fotózni őket, és utána természetesen a Marosvidék folyóiratba megjelenthetjük ezeket a fotókat. Szorgos és kreatív gyermekek alkothattak az asztaloknál a kézművesek segítségével. Foglalkozásainkat a tavasz témakörébe válogattuk, így vannak meghívva a kézművesek is, tehát például lehet kaskötést nézni, de az egyik asztalnál ki is lehet próbálni, hogy vesszőből készült alapra egy kis kopogtatót készíteni. Aztán lehet csuhéból nyuszikát készíteni, tojást hímezni, vagy tojást festeni, mondjuk így, egyszerűbb formában. Itt vannak a foltvarók is, akik szintén nyuszikákat, tojásokat próbálnak varni a gyerekekkel. A fiatalok legnagyobb örömmel és odafigyeléssel készítették az asztaloknál a szebbnél szebb ünnepi díszeket.
Szabó Dóri és Gáspár Gály Janka nagyon szeretnek kézműves foglalkozásokon részt venni. Lehetett csinálni ilyen csuhelyből ilyen fiúnyuszit meg lányuszit, és lehetett csinálni tojásra ilyen szalvétából ilyen díszeket. Én festettem tojástot, meg ilyen szalvéta tojást csináltam, és csináltam még ilyen nyuszit, és most ilyen csibét csinálom. Az érdeklődők a kézműves portékákat is szemügyre vehették, illetve magukkal, az alkotókkal is lehetett beszélgetni a hagymaházban. Jelen volt többek között a Csiga Mamák Csiga készítő csoportja, valamint Simon Mihályné húsvéti dekorációit, illetve Kónya Istvánné csillogó figuráit is megtekinthették a jelenlévők. Mint kiderült a kiállító, amióta nyugdíjas, különféle állatfigurákat és címereket is készít flitterből. Ezekkel körülbelül 10 éve foglalkozok, mióta nyugdíjas vagyok, vagy utána, és egy tojással kezdődött az egész. Ez Makó címere, ez most a legújabb, mert tavaly is voltunk itt a hagymaházba, és eldöntöttem, hogy akkor az idén Makó címerét meg kell csinálni. Egy alapot csinálok neki, és akkor abba tűzgélem bele gombos tűvel egyesével a flittert. Kónya Istvánné férje pedig szabad idejében csontból fara különféle kisebb-nagyobb vadásstílusú díszeket, tárgyakat. De az Apátfalván tevékenykedő vígantalkas kötőmester is jelen volt, és megfigyelhették az érdeklődők, miközben dolgozik. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Nem született döntés az önkormányzati épületek egyházi tulajdonba kerüléséről. Kossuth díjat kapott Mezei Gábor belső építész, Makovec Imre egykori alkotótársa. Részfúvó sikerek topolyáról. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra, a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Híradónk után megmutatjuk a holnapi időjárást. Majd Makóváros önkormányzatának március havi rendes képviselőtestületi ülését tekinthetik meg felvételről. Kedves nézőink, ez volt a március 29-i szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!